Dick és Harriet. Írta Johnny Mortimer és Brian Cook. Lionel Jeffries, Szabó Otto. Jano Gilvey, Rátóti Zoltán. Bridget Forsyth, Kovács Nóra. Senki sem alhat. Ucsuli, csúcsuli, mucsuli, pucsuli, kucsuli, mucsuli, ucsuli, csúcsuli, kucsuli, bucsuli, hucsuli, mucsuli. Nem gondolod, hogy egy kicsit öreg vagy már ehhez? Nem az enyém, viszem be a kis... hogy is hívjáknak? Szóval már nevet is adtatok neki. Nem, azt még nem. Nem tudom eldönteni, Zsigmond legyen, vagy Szeráf. Nem tudom, mit kell ezen cicizni, legyen Zsiráf. Na, én megyek, mindjárt kezdődik a látogatás. És Tamás? Jöhetsz, te is, ha akarsz. Nem úgy értettem, miért nem Tomásnak hívjátok? Hát az nem lenne jó. Képzeld, mivel ha szólok Harrietnek, hogy ki kell cserélni Tomás pelusát. És ő azt hiszi, hogy rólad van szó. Mondd csak, miért van rajta gyászszalag? Azért, kicsi fiam, mert temetésre megyek, ami köztudottan gyászos egy dolog. Ma van a temetés? Ma kísérjük Charlie-t az utolsó útjára, ezentúl Szent Péterrel fog pókerezni. Szép kort ért meg, voltál vagy 80. 81. 81, te jó. És nemrég vett rá egy 39 éves végözvegyet. Akkor nem csodálom, hogy kinyitva. Pedig az új pacemaker csodát tett vele, újból 70-nek érezte magát. Szerintem a házas élet gyönyörébe halt vele, igazán szép halál. Igen, az lehet. A hullamosó alig bírta levakarni a mosolyt az arcáról. Hiányozni fog. De még mennyire ő volt az egyetlen, aki akkor is emelte a tétet, a két-hármasa volt. Ah, ilyen hülyét nem találsz minden bokorban. Ahogy mondod, na gyere, kitesznek a templomban. Az jó lesz. Ön szeretett testvérünk, Charles Bornier Pinadler, nyugodj békében és legyen könnyű neked a föld. Roskatag egészségeddel bár, ám de nagy lelkesültséggel álltál a vártán, lankadatlan álltál, amíg csak állni tudtál. Boldog voltál, míg éltél, mivel, ahogy az írás is mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Mit is mondhatnék? Ki az a pasas, aki Charlie özvegye mellett ül? Ma az a biztosítótól van. Az vette rá, hogy kösött 10 000 fontos életbiztosítást. Egy hétre rá elpatkolt. Akkor csak egy részletet fizetett. Ennek a Charlie-nak mindig szerencséje volt. Bizony. Ne olyan hangosan. Templomban vagyunk. Hát akkor tekerjünk bele. Fogadjátok a hírt megtisztelt szívvel. Nem kell kapkodni, várhatatóan vele a következő osztásig. És csak Horesti, mi nem is találkoztatok? Nem. Jó napot. Jó napot. Horesz Charlie barátja. Mi az jönőzés? Kedves híveim, na várj csak. Hiányozni fog szegény Charlie. Őt nem lehet pótolni. Nincs, aki olyan pocsékú pókerezni, mint ő. Ritka. Ritka nagy marha volt. Nem is lesz már nekünk ilyen többet. Nem ám. Miképpen ne is. Azonképpen maga jól tud pókerezni. Közepesen. Tudjátok, mi jutott eszembe? Mi lenne, ha lelépnék innen? Nincs otthon senki. Játszhatnánk néhány pártit, ha? Ami szegény jó Charlie-nk emlékére. Ez szép gombát volt. Én nyertem 20-at. Ámen. Na jó, még egy kört, aztán nekem mennem kell. Amíg nem is adta menni az én kis Lenkémnek. Nem is mondtad, hogy nős vagy, komám? Lenke nem a feleségem, hanem a kandúrmacskám. Ja, az is nyárul annyit, mint a volt feleségem. Hogyha kandúr, miért Lenke? Mert töket Lenke. Az más, így már értem. De jól megvagyunk egymással. Csak esténként mindig elcsavarok. Passz. Passz. Hát, ha így állunk, akkor én beszállok fél pennivel. Most hiszed, megijedek? Állom a tétet. Szóval te egyedül laksz, igaz? Igen, van egy garzonom a belvárosban. Szép kis lakás. Közvetlen az opera mögött. Biztos oda jár a macska esténként. Tudjátok mit? Van egy jó ötletem. Legközelebb nálam találkozunk. Ha csak ez kell, Istenem. Végre itthon. Oh. Richard! Dobd ki őket, mert megfulladok. Isten hozott, kedves menyem. Ez már mégiscsak sok, azt mondta, temetésre mész. Úgy is volt, csak aztán a templomba összejött a parté. Na, menjünk, fiúk, itt még gyászolni is adják az embert.
Gyászolni? Ezt nevezett a gyásznak? Mióta gyászolnak pókerkártyával? Menjen oda, ne fűszkérjék oda! Nálam mindig van hely, Toma, gyere, amikor akarok! Szevasztok, fiúk! Nézze, kérem! Ennek egyszer mindenkor a vége! A kicsinek nyugalomra van szüksége! Így van! Pedig micsoda osztás volt! Nézd meg a lapomat, nézd csak meg, tessék! Tessék, három bubi, látod? Ne félj, kis öreg, megtanítalak pókerezni, ha nagyobb leszel. Két hét múlva kezdhetjük is. Nem fogja megfertőzni a kis Bodomért a rémes szokásaival. Kicsodát? A Bodomért. Szóval Bodomér, remek, nagyon jó. Nagyon jó, mikhogy Bodomér. Igen, Bodomér. Ó, Richard, milyen jó megint itthon lenni. De még mennyire csodálatos dolog egy ilyen kis baba, majd meglátod. Három óra, 20 percet késett, 20 percet. Jó reggelt, apa, látom, téged is felébresztett. Nem csak engem, az egész környéket. Mondd, én nem teszel egy kis rumot bele, az legalább fejbe vágnál magától, úgysem alszik el. De ahogy nem alszik ő, napközben folyton alszik. Szerinted miért raktam a tápszert a tejáskannába? Gőzöm sincs. Nekem sincs jóságiség, most kezdhetem az egészet előről. Miért? Az üveget már megtöltötted. Tényleg igazad van, remek, remek. Na most akkor irány a hálószoba. De hol a hálószoba? Na, jól emlékszem, valahol arra fele. Csak mindig az a után, csak mindig az a után. Akkor nem tévedsz el. Ez az. Jó kis serecske. Hát ez az egy jó ötlet, egy pohár sör. Egy pohár sör most jól fog esni. Milyen furcsa színű lett a fejed. Isten, Isten, mi van? Milyen furcsa színű lett egyszer a fejed. Ó, Szűz Máriam, ez végre a baj. Hát persze, herje most etett. Mondd, miért tömítek bele azt a vacakot? Van a feleségednek itt minden, ami kell. Mostanában így szokás, ez a korszerű. Ki érti ezt? Telerakodják a lapokat jó kis cickókkal, aztán mégis másból szoptatnak. Így van. Képzeld, tegnap elaludtam az értekezlet kellős közepén. Ne mondd. Nem lett volna baj, de nekem kellett beszélni. És ez így megy már negyedik éjszaka. Nem tűnt föl, aludtam egy kicsit, aztán folytattam. Nekem meg kártyapartim lenne holnap. Hogy játszak, ha egyszer ki se látok a fejemből? Ez így nem mehet tovább. Hallod? Tessék, ez megint elaludt. Nick! Ébredj már föl! Igen. Tehát a javaslatom a következő. Indítsunk be egy magas szintű, széleskörű piackutatási kampány... Mi van? Hogy mondták? Mi? Semmi. Szervusz, gyere. Remélem, nem késtevel. Várj, felakasztom a kabátot. Köszönöm. Nagyon szép a lakásod is. Micsoda rend van, na hát. Hát igen. Hetente kétszer jön hozzám egy nő. Nem rossz teljesítmény a te korodon. Na gyere, foglalj helyet. Szevaszek. Szevasz, komán. Hey, Tom, nyitva maradt a szád. Tudom, én hagytam nyitva. Az a kisrác úgy élek egyfajtában bennből, amióta megvan. Persze én is bőgnék, ha Bodomér lenne a nevem. Bodomér? Az. Miért pont Bodomér? De ez mégsem mióta az örökös pelenkázás. Te belerakod, ő teleszarja, és ez így megy. Sima pókert játszok. És ha végre elalszik, csak szellentek egyet, már is üvölt. Vagy 21-ezzünk? Amióta beköltözött, csak baj van vele. Nincs tekintettel a világon senkire. Ezek szerint rád hasonlít.
Ez Freddy, megyek benged. Köszönöm. Nehéz lehet az élet. No, az nem kifejezés. Nézd, ha már végképp nem bírod tovább, de bármikor beköltözhetsz. Ide hozzánk. Persze csak úgy, ha fizeted a rezsi felét. Egy embernek úgyis nagy ez a lakás. Nem is rossz ötlet. Gondolkodj rajta, én minden esetre szívesen látlak. Nagyon kedves tőled. Szevasztom, mi újság? Ha kíváncsi vagy rá, na figyelj, az a kis klambó minden éjjel üvölt, mint a fába szorult féreg, de ez még semmi. Ha még egyszer elmondod, bizony, Isten tom, én összekarmollak. Inkább osszál. Azt hiszem, elaludt végre a kicsi. Elaludt végre a kicsi, nem hallott szívem? Richard. Nem hallok semmit. Szent Isten, nem hallok semmit. Jaj, megsüketültem. Elaludt a kicsi. Jaj, elaludt, hát ez nem lehet. Ez hála Isten. Drágám. Édes kis bogaram. Mondj csak, édesem, mit mondott az orvos? Mikor lehet már... Szóval érted? Mikor lehet visszatérni házas életünk eddig bevált gyakorlatához? Ezt nem értem. Nem érted, nem érted. Na, várj csak. Nem tudom, hogy mondják azt orvosi nyelven, hogy kamatyolni. Szóval így. Igen, állok. Így állok. Az ötlet remek, csak az a baj, hogy apád van a gyerekszobában, a gyerek meg a mi szobánkban. Igen. Első élménye az lenne, hogy a papa birkózik a mamával. Ah, ez igaz. Csöndben is csinálhatnánk. Ezt nem mondod komolyan. Igazad van, tényleg nem. Nem sokára 18 éves lesz, akkor úgyis elköltözik Itóról, és akkor mint az állat. Mikor lesz az még? Addig nem várhatok, ugyan, drágám. Vágjuk bele most rögtön itt a diványba. Sajnos nem lehet. Ugyan, miért nem? Mocskos idő van odakint. Hát csak ezért nem. Ah. Dobjunk be egy poál kapiát, kicsinyeim. Mi van? Ki történt? Elaludt a kicsi. Ó, ezer bocsánat, elnézést. Rohadt életbe! Az apa addig simogassa a kisbaba hátát, amíg a szelek eltávoznak. Gondolom a babától, és nem a papától. Fél órája simogatom a hátát. Tiszta pelenkába tettem, és fürdettem, hintőporoztam. Azt nem említi a könyv, hogy az anyának mit kell csinálni? Szoptatni. Rendes tőlük, hogy ezt nem az apára bízzák. De hát te még nem is szoptatsz. Nem csinálhatok mindent egyszerre. Az igaz. Ügyes fiú vagy, ez igen. Na végre, hogy kijött az a kis purci. Ezek, ha én csinálom, nem ezt mondjátok. Hogy mer ide bejönni ez a mi szobánk? Azonnal menjen ki innen. Legalább a magánéletünket tartsa tiszteletben. Nem csináltatok semmit. Maga mellett nem is lehet. És meg, nem bírok aludni. Nem lehet szólni ennek a gyereknek, hogy húzzon bőrt a fogára. Hát csinálok magának egy csésze jó erős kakaót. Én egy pohár viszkivel is beérem. Kakaót kap. Ez így nem mehet tovább. A végén beleőszülök. Ne vágjon fel. Nézd, nem akarok én piszkálódni, ha! De... Tessék? Azt mondtam, ha... Más se csinál, csak piszkálódik, vagy nyafog. És ha nem piszkálódik, vagy nyafog, akkor sopánkodik. Piszkálódik, nyafog és sopánkodik. Zsimbelni is szoktam. Jó, hogy mondja, majd elfelejtettem. Piszkálódik, nyafog, sopánkodik és zsimbel. A becsületembe gázol. Üljön le! Most végre elmondom a véleményemet magáról. Már elmondtad. Nem mozdítja a kis ujját sem itthon, semmit se csinál. Már kislányom. Azért ne túlozz, ma reggel én hoztam be a tejet a folyosóról. És azután ágyba zuhant a fáradtságtól. Mi megy itt? Semmi, csak kiosztom az apádat. Jó, de miért rikácsolsz? Mert soha nem mosogat, nem takarít, nem töröl port, nem porcihozza fel a szőnyeget. Persze, hogy nem, mert ez mind női munka. Nagyon inkább megyek. Megmondjam, mi maga? Egy hájfejű vén marha! Na jól van, kicsikém, tudod, mit béküljünk ki, csak nem fogod miattam felizgatni magad. Ha segíthetek valamiben, szólj bátran, én a rendelkezésedre állok. Amikor akarod, ilyen-nappal csak szólnod kell. Helyes, akkor holnap. Holnap nem jó kártyapartim van. Őrült éved, és holnap bevásárlás van, és takarítás, úgyhogy már is kezdheti a panaszkodást és sopánkodást. Végeztem. Néha komolyan az az érzésem, hogy nem szeret a feleséged. Ez jó. Na végre. Már itt is vagy. Képzeld, épp a távirányítót törögettem, és véletlenül beindult. Volt bevásárolni? Persze, kim van minden a konyhában. Hál' Istennek. Így. Állj, egy pillanat. Maga!
hajlakommal fényezi a bútorokat. Komolyan? A felétel is használta. Se baj, itt a bútorfény, kedd ezt a hajadra. Ez őrület. És hol van a lámpaerő? Hát az úgy volt, hogy portörlés közben volt egy apró baleset, minek következtében a lámpa kicsi megrongálódott. Az Isten áldja meg magát. De már rendben van, összeragasztottam az aját. Ügyes. A mamád nincs túlzottan elragadtatva a nagypapától. Mi ez a rengeteg sör? Rajta volt a cetlin. Tessék, itt van, 3 láda szesz. Háztartási keks. Nem volt rajtam szemüveg, majd csak elfogy. Az agyamra megy. Szentég, mi ez itt? Ez a fehér nemű. Mi van vele? Mitől lett rózsaszín? Erre azonnal tudok válaszolni, bár a jelenséget én se értem. Úgy kezdődött, hogy beraktam a gépbe a piros zaknimat. Maga megőrült, Mr. Madison. Ne vegye sértésnek, amit mondok, de maga egy címeres ökör. Vagy úgy. Hát ebből elég. Mindent megteszek, hogy a kedvében járjak, és mit kapok cserébe, a becsülete megázolnak, és még aludni se hagynak. Nekem ebből egyszer s mindenkorra elegem van. Végeztünk egymással, bödömél. Hát akkor én indítom a licitet 2 pennyvel. A fenébe. Azért csak jobb, ha Tom is itt van. Hogyan? Biztos Perenkát most azért nem jöhetett. A vén marha. Tessék. Horace, nem tudom, fenntartod-e még a múltkori ajánlatodat? Hát persze, hogyne. Különben ki beszél? Tom. Tom Madison. Azt mondtad, beköltözhetek a kis szabádba. Te vagy az, Tomi, hát persze, gyere csak, mikor jössz? Ma este. Remek, akkor várlak. Viszlát. Na hát, ehhez mit szóltok? Tom telefonált, beköltözik ide hozzám. Ó, igazán? Na igen, folytassátok, én rendbe teszem a szobáját. Te jössz. Mondj csak, öregem, és szerinted Tomás tud róla, hogy a kis Horace? Szóval érted? Mit? Hát homokos. Mit tudom én. De nyugi, rá fog jönni magától is. 2 dámám van. Örökre elmegyek. Elén, többet nem látsz? Persze ez téged nem zavar, igaz? Majd hiszem, ha látom. Folyton mondja, hogy elmegy, mégis mindig a nyakamon marad. Hát most elmegyek. Most tényleg elmegyek. Borotva fogkefe, borotva krém, hajolaj. Hajolaj? Hol van, neked adhatom? Elaludtam a föld alattin. A Tom Dick sorozattal álmodtam. Nem fogjátok elhinni. A színészek magyarul drága beszéltek. Drága, elköltözik az apád. Ezt már 1000-szer hallottam. De most tényleg elmegy. Van valaki, aki szívesen látja. Az lehetetlen. Egyáltalán nem lehetetlen. Akkor kitapítázhatom a gyerekszobát. Ah, igen, én már el is szaladtam, és vettem 6 tekercs nyuszikules tapétát. Hogy te milyen ügyes vagy. Ne halogassuk a fájdalmas búcsút. Isten veled. Majd meglátogatunk, igaz kicsim. Nem nézek vissza. Mindig így akarok emlékezni rátok. Csak meg ne pukkadjatok a rögéstől. Kicsikém! Lebánnak rég, de jó-jól látolak én, lalalim, lalalimira. Szervasz, öregfiú, parancsolj, fáradj beljél. Köszönöm. Igazán kedves tőled. Ugyan szóra sem érdemes. Segítek. Köszönöm. Így. Hát igen. Hiányzik egy gombot. Majd holnap fel. Hálásan köszönöm. Látod, ezért nem bírtam tovább a mennyem, mert bizony a mindenit. Mi ez az illat? Készül a vacsora, pár perc is ehetünk. Összeütöttem ezt-azt. Lesz egy kis papier de vubájon, aztán courgette fincből, és végül fondant patát. Nekem jó, ha adsz pár zsíros deszkát. Egy állat. Ez a macskád? A töketlen lenke? Igen, de ne félj tőle. Nem harap, csak karmol. Na, hála Istennek, jól van. Szép kis cica, ide ne gyere. Nem is tudtam, hogy szeretsz főzni. Igen, ez az egyik passzióm. A másik a kézi munka. A kézi munka? Azt én is szeretem. A tengerészetnél kaptam rá. Ezeket a párnákat mind én hímeztem. Igazán? Szeretem, ha jár a kezem. Szegény anyám szavajárása volt. Előételt nem csináltam, de azért van itt valami szopogatni való.
Nagyon festői. Ugye milyen cuki? Imádom, ahogy a méregzöld olajbogyó mellett felszikrázik a kandírozott cseresznye élénk színe. Szolgált ki magad. Nagyon köszönöm. Kérlek. Mi ugyebár nemrég ismerkedtünk meg egymással. Azért még összemelegedhetünk. Kérdeznék valamit. Voltál te már úgy, mint én? Szóval volt feleséged? Úgy érted, hogy egy nő? Egész pontosan úgy értem. Soha. 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 Mondd csak, öregem, hogy is fogalmazzam, hogy meg ne sértselek. Nem vagy te buzi? De igen. Azt hitten tudsz róla. Honnan a fenéből tudtam volna? De hogy is tudtam, tudta franc. Na ide figyelj, van még egy kérdés, de jól gondold meg, mit válaszolsz. Te azt hitted, hogy én is olyan vagyok? Dehogy. Mi köze ennek a mi dolgunkhoz? Mi hogy mi köze? Meghívtál a lakásodba, gyertyafény, bor, mi fene? Barátságról te még nem hallottál? A mi fajtánk is lehet magányos néha, főleg, ha már nem olyan fiatal. Akkor is szólhattál volna. Ha belegondolok, hogy még kártyáztam is veled. Attól még nem leszel te is. Sose lehet tudni. Egyik pillanatról a másikra elkezdtem ringatni a seggem. Én sose ringatom. Igaz, már ez is nagyon gyanús. Egy perccel sem maradok tovább. De hát miért nem? Én biztos nem bántalak, itt legfeljebb csak a macska ugrik rád. Nekem gondolnom kell a jó híremre. Na de hát hová menni? Megyek haza. Na de legalább a vacsorát nem, tegyük nem meg. Lehet, nem lehet. És Isten áldjon Horesz. Viszlátom. Isten áldjon Horesz. Várj, nem lehetne mégis. Itt hagytad a kalapod. A franc egye meg. Ne szelenke. Széttépheted. Nyuszi, hopp. Itt vagyok, drágám. Vigyázz szívem. Bocsánat. Pesgőt bontottam. Ezt megünnepeljük. Végre tényleg elment. Erre iszunk. Milyen nyugalom van itt. Még a kicsi is elhallgatott. Majd én kinyitom. Jó. Isten éltessen. Téged is. Jó estét. Visszajöttem. Azt már nem. Harriet, nem maradhatok Horace-nál, kiderült, hogy homokos. Hess innen, hess. Nincs hova bennem, kisfiam, segíts. Sssst, felébredtél a gyereket. Richard! Más ember lettem, Harriet, hidd el. Itt nem maradhat. Megígérem, hogy nem zavarlak többet, bezárkózom a szobámba. Értsenek végre. Ki sem mozdulok innen, a színemet sem fogjátok látni. Hát ez meg mi a nyavaja? Le is mond, úgy is tudom. Visszajött az apám. Magyar hangok. Szabó Otto, Rátóti Zoltán, Kovács Nóra, Bajka Pál, Dobránszky Zoltán, Izsóf Filmos, Kautsky József. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Magyar szöveg Takácsi Gizella, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Hazai György. Fényképezte Albert Almond, rendezte Michael Mills.